azt mondjam önöknek, hogy elnézést tenni kéne először ezért a késésért. A tartományi titkár úrral, Nyilas Mihály úrral, illetve a kormányalelnök úrral, meg 10 nappal ezelőtt megbeszéltük ezt a mai lépontot, sajnos egy, hát azt mondom, hogy haláleset történt a titkár úrnak közlelő családjában, és ez véget a titkár úrnak nem tudta ma betartani ezt a mai látogatásra végét időpontot, de viszont elvileg a segédje Ildikó asszony is valójában ővel átbeszéltük azokat a kérdéseket, amelyeket a titkár úrral szeretnénk volna átbeszélni. A lényeg a következő, hogy a 2014-es évben is a tartomány oktatási titkárság elég komoly összegekkel pénzügyi támogatással támogatta a szabadtéri középiskolákat. Ez elsősorban abban a szempontból fontos, mert az előzőjében nem nagyon volt ez, nem nagyon fordult az elő. A tartományban elsősorban a praktikus oktatásra vonatkozó felszerelésében vásárlásában támogatta a titkárság a szabadtéri középiskolákat, több középiskolában is vásároltak képeket, illetve eszközöket, amelyek segítik a diákok tanulását a praktikus tanulmánynak az elsajátításában. És ami pozitív az az, hogy a titkárság a 2015-ös évben is fogja ugyanúgy folytatni ezt a hagyományt olyan formában, hogy az idén is kilesznek kívül a pályázatok, és továbbra is még ugye összeinten támogatni fogja a középiskolákban a tanszerek, illetve oktató eszközöknek a beszerzését és vásárlását. Ami úgy szintén fontos az, hogy ebben az évben az oktatási titkárság bővíteni fogja azokat az eszközöket, amelyeket erre fog szállni, és ez egyébként között abban is fog berúgni, hogy az általános iskolák részvételével szívó pályázat és az általános iskolák is pályázhatnak, és tanfelszereléseket, illetve eszközöket vásárlásán támogatást kaphatnak a tartományi titkárságtól, és én gondolom, hogy remélem azt, hogy mi általános iskolák pályázni fognak, és nem egy támogatást fog kapni. Mindenféleképpen fontos az az önkormányzatnak, hogy a 2015-ös évben is megőrizzük a jó kapcsolatot a tartományi titkárság, hogy a szabadkő önkormányzathoz tartozó általános és középiskolák támogatást kapjanak tartományi szintről is, hiszen az önkormányzati költségvetési pénzeknek sosem elegendőek, hogy mindenek eleget tegyünk. Másosra pedig azért is fontos ez, mert szeretnénk a 2015-ös évben két olyan kisebb beruházást, építészügyi beruházást is megvalósítani, amely fontos lenne a szabad iskoláknak, és remélem azt is, hogy az idei évben a Lidán-Szárit Műzőki Szakközépiskolának a homokzatának az egyik része is bekerül a programba, tartványi programba olyan formában, hogy elkezdjük azt a beruházást is valójában, hogy tavaly a Zeni Szakközépiskolában elvégeztünk a homokzat felítására, az idén a Műzőki Szakközépiskolánál folytattak. Mindenféleképpen azt tartom fontosnak, hogy ez az együttműködési tartományi titkársággal magas szintű legyen, és hogy évről évre a tartományi titkárság is odafigyeljen az oktatásnak a minőségére, másosan pedig támogassa úgy a középiskolát, mint az általános iskolai oktatást a város területén. Elvonatkozza a ígéretet, kapni más ígéretet, ez meg is fog valósulni 2015-ös évben. Tehát a tartományi titkárság és Szabadka város együttműködését kitűnőnek mondhatjuk. Ez az is bizonyítja, hogy a tavalyi évben a titkárságnak a pályázatán Szabadka város különböző intézményeivel sikeresen pályázott. 26 millió dinárról tudtuk megtámogatni ezeket a pályázatokat. Ebből a 26 millió dinárból 23 millió dinár az iskolák, tehát az általános iskolák, középiskolák, illetve diákoknak támogatására kerül, és 3 millió dinár pedig a hivatalos nyelvhasználatra fordítottunk. Mi nagyon reméljük, hogy a 2015-ös évben is ez az együttműködés tovább fog folytatódni, és hogy sikeresen meg tudjuk támogatni a fontos projekteket, programokat, amit Szabadka város igényel. A mai nap folyamán a delegációnk meg fog látogatni összesen 5 középiskolát és 2 helyi közösséget. Ezt azért tesszük, mert területen is szeretnénk látni, hogy hogyan működnek az iskolák, mik azok a problémák, amelyekkel szembesülnek, hol tud a titkárságunk együttműködni az iskolákkal, hol tudunk segíteni, hol tudunk támogatni anyagilag és bármilyen más szinten. A polgármester úrral megbeszéltük, hogy pályázni fognak a két pályázatainkon. Fölhívtuk a figyelmüket, hogy lesz egy pályázat az idén a Nagy Beruházási Igazgatóság részéről, ahol az oktatási intézményeknek a nagy beruházásaival kapcsolatos pályázataikat fogják megtámogatni.
nagyon remélem, hogy a tavalyi pályázati összeget mindenképpen biztosítani tudjuk, de hogy ennél többet is. Köszönöm.